Táncparketté alakult át a hétvégén az egyik bajai áruház belső tere. A fiatalok másfél órán át ropták az üzletsoron, így az érdeklődők sokféle műfajt és koreográfiát láthattak. A Sundance Egyesület versenyzői gyakorlott fellépők, áruházban viszont most táncoltak először. Hallják a zenét, ugye táncolunk, és akkor elég sokan összegyűlnek, nézik, nekik is tetszik, és akkor így visszakapunk pár üzenetet, hogy mennyire jó volt, mennyire tetszett nekik is, hogy ügyesek voltunk. És ez számunkra nagyon fontos, hiszen ebből is építkezünk. A Táncegyesület egy nyári táborra gyűjti a szavazatokat, ahová nem csak a haladó, hanem a kezdő táncos lábú gyerekeket is várják. A programban pedig nem csak a mozgás, hanem a felelős állattartás is szerepet kapna. Az összefogás a bajai cicákért közösség önkéntesei tartanak majd foglalkozásokat a gyerekeknek. Én elmondtam a gyerekeknek is, hogy nem elsősorban az a cél, hogy ők most ezt a pénzt megkapják, és csak ők használják, hanem ugyanúgy szeretnénk, hogy azok a fiatalok is csatlakozzanak közé, akik esetleg még nem táncoltak, de szeretnének, és másrészt pedig az árva cicákat szeretnénk megsegíteni, és nyilván már többször volt ilyen közös munkánk, és szeretnénk, hogy esetleg ők is egy ilyen az állat, hogy hogyan bánjanak az állatokkal, erre próbáljunk meg kicsit odafigyelni, és ezt a gyerekeknek szeretnénk megtanítani. A pályázat eddigi 4 fordulójában 338 szervezet környezetszépítő, helyi közösség életet fellendítő, oktató és képességfejlesztő programját támogatta az áruházlánc. Az idén is minden körzetben 3 pályázóra szavazhatnak a vásárlók. Baján a táncosok mellett a Baba Birtok Egyesület mezitlábas tanösvényét és a Gébics Természetvédelmi Egyesület madárbarát kezdeményezését lehet segíteni a voksokkal. A vásárlók minden vásárlás után kapni fognak egy zsetont. Ezzel a zsetonnal tudnak szavazni. Itt a webösszolgálati pultnál is a kasszasoron kihelyezett urnákban, ezeken az urnákon részletesebben le van írva az, hogy a pályázók mire költenék ezt a pályázati pénzt. Fontos tudni, hogy mindhárom kezdeményezés kap támogatást, csak nem egyforma mértékben. Az első helyezett 400 ezer, a második 200, míg a harmadik 100 ezer forintot fordíthat majd a saját ötletére. A zsetonokat február 17-éig gyűjtik az áruházban, a helyezéseket pedig márciusban hirdetik majd ki.